Budapesten a főiskolai hallgatók rokonszem füntetésre gyűlnek össze. Közöttünk a főiskolások között nagy volt a bizalom és reménykedés. Magyarországon is meg kell változnia a helyzetnek. Mi is a kormány elé akarjuk vinni követeléseinket. Bem tábornok és Petőfi szobrára akartunk koszorút elhelyezni és felolvasni a 16 pontba foglalt követeléseinket. Lelkes szavalókórusokkal kiabáltuk, aki magyar velünk tart. Felhívásunkra először fiatal munkások csatlakoztak, majd mind több és több járókelő, már ezren és tízezren hömpölyögtek az utcákon. Én egy józan gondolkodású technikus vagyok. Sok felvonuláson vettem már részt, mert részt kellett vennem. Ez mindig ugyanaz volt. Most azonban egészen más. Most egy új, szabad szellemet éreztünk, mely megmámorosított bennünket. Most nem a kormány parancsára vonultuk fel. Éreztük, hogy most mi vagyunk a magyar nép. Szóban csak a főiskolások képviselői beszéltek. Veres Péter az Írószövetség nevében kijelentette, hogy a szövetség is szolidáris velünk. Ez nagyon sokat jelentett számunkra, mert az Írószövetség az utolsó hónapokban lelkesen támogatta és irányította tevékenységünket. Majd a nem keleten készült filmmontás képeiből viszonylag hitelesen felidézhetőek az 1956 őszén és telén történtek. Azok a pillanatok, ahogy a Műszaki Egyetem október 23-i diákgyűlésén megfogalmazott követelések alátámasztására szervezett tüntetéssel, váratlanul robbanásig feszült a társadalmi átalakulás. Eleinte csupán a rárakódott szennytől kívánták megtisztítani a szocializmus, de ahogy haladt előre a tömeg, később már a megszállás ellen is tiltakoztak, és elkezdték megsemmisíteni az idegen hatalom jelképeit. A követelései felolvasásában megakadályozott tömeg nem mond le arról, hogy bejusson a rádióba. Fegyvert szereznek, ostromra indulnak. A hangszorokból pedig megszólal Gerő Ernő első titkár. Beszédében nacionalizmussal, sovinizmussal vádolja meg a tüntetőket. Eközben este fél kilencre sikerrel jár a sokadik nekirugaszkodás, ledöntik a Dózsa György úti Sztálin szobrot. 24-én hajnalra az MDP központi vezetősége megbízza Nagy Imrét a miniszterelnökséggel, a főtitkár azonban Gerő Ernő marad. Ketten tárgyalnak a szovjet beavatkozásról, az estére a fővárosba érkező harckocsik gyakran akcióba is lépnek. Október 25-én Gerőt leváltják, Kádár János lesz az első titkár. Ellenálló bócokat létesítenek. A munkásság szolideli, hogy tiltakozik az oroszok beavatkozása ellen. A békésen tüntető hatalmas tömegre az ávó a környező házeiről minden figyelmeztetés nélkül gyilkos sortüzet szólt. Sok száz a halott és számtalan. Kinevezett miniszterelnök Nagy Imre nevében a rádió kihirdeti a rögtönítélő bíráskodást. Aki délután két óráig nem teszi le a fegyvert, halállal tűnődik. A kormány egyidejűen megígéri, hogy megkezdi... Amíg egyesek a Sztálin szobrot darabolják, mások munkástanácsokat szerveznek, megalakul a nemzetőrség, hogy kordában tartsák az időközben kiszabadult bűnözőket, hogy helyreállítsák a rendet. Október 28-án Nagy Imre bejelenti a szovjet csapatok haladéktalan kivonását a fővárosból. 30-án a tömeg megostromolja a budapesti pártbizottságot, a védők közül 24 embert meggyilkolnak. November 1-én Nagy Imre bejelenti az ország semlegességét. Később Kádár János is beszédet mond, a nép dicsőséges felkeléséről beszél, és bejelenti, hogy megalakult a Magyar Szocialista Munkáspárt. Franciaország felhívást intéztek Egyiptomhoz, hogy 12 órán belül szüntessék be az ellenségeskedést, és vonuljanak vissza a Szuezi csatornától 10-10 kilométer távolságra. Az oroszok kivonulása Budapestről zavartalanul folyik. De már is érkeznek híresztelések, hogy nagy szovjet páncélos egység... Miniszterelnök közli, szovjet csapatok ma éjszaka erős kötelékekkel azzal a nyilvánvaló szándékkal támadták meg a magyar fővárost. November
november 4-én hajnalban a szovjet csapatok általános támadást indítanak a főváros ellen. Nagy Imre több társával és a családtagokkal a jugoszláv nagykövetségre menekül. Az országban még hetekig tart a népfelkelők ellenállása, a munkástanácsok sztrájkokat, tüntetéseket szerveznek. Néhány napig még él a forradalom lapja, az igazság, később pedig az illegalitásból szervezik az ellenállást. Meghirdetik a néma tüntetést, a fuvarosok sztrájkját. December 4-én több ezer asszony és gyerek vonul ki az Élünk című lap által kezdeményezett Dózsa György úti nőtüntetésre. A karhatalom azonban egyre erőszakosabban lép fel, Salgótarjánban csak nem 100 halottja van a tüntetés leverésének. December 5-ére az MSZNP központi vezetősége megfogalmazza az ellenforradalminak minősített események okait, és néhány nap alatt kiteljesedik a bosszú hadjárat. Kocsik, tankülönítményt adott, oda mentek, ahol voltak, pontosan tudták, az informátoraik jók voltak. Így vittek be, hogy viccesen szoktam mondani, a Hannibálnak nem volt, tudod, olyan díszes, biztos, rohamkocsi, tankok, oroszok, munka, akkor még fufajkásoknak nevezték őket, ugye. Ez pontosan mikor volt? Rendőrök, ez 56. december 6-án pontosan. Akkor rángattak ki, nem rejtek, három gyerekem, mert nem, ez otthon volt, én úgy történt, nagy műhibát követtem el Mikulás este, és miután akkor már hetek óta nem láttam a családom, a gyerekeimet, tudod, hazaugrottam abba a két, és valahogy lefeküdtem, és elnyomott az állam, mert olyan fáradt voltam, az kiszámítottan akkor jöttek, mindent megtaláltak, amire szükségük volt, tudod. Mindegy, nem akarok. Na most becepeltek a hízér a főutcára, ott az éjszaka kezelésbe vettek. Utána én elmondtam, hogy kérem, semmi, én amit csináltam, azt nem csak, hogy vállalom, büszkén vállalom. De semmi olyat nem mondok, mert arra nekem nincs külön felhatalmazásom, ami bárkire valami ártalmas fényt vett. Miután én ezt demonstráltam, miután látták, hogy ez feltehetően egy olyan álláspont, ami nem módosítok, akkor fogtak, átraktak, így kerültem arra a külön osztályra, egy zárt, egészen szigorú, elkülönített osztály volt, és attól kezdve én magyar hangot nem hallottam. Oroszok hallgattak, ki oroszok voltak a vizsgálóim, ugye, egy tolmács nő fordított. Azt hallottam. Mikor ez elkészült, együtt volt a jegyzőkönyv, akkor ezt lefordította, hogy az előbb elmondtam, egy magyar nyomozótiszt, azzal kerültem, aztán azzal adtak tovább, ugye. És akkor már a vádiratomból értesültem arról, hogy a Gál Józsefen kívül az én embereim közül senki nincsen, ugye, hogy bele állítottak bennünket egy számunkra teljesen idegen ügy kellős közepébe. A Fővárosi Bíróság tárgyalja az ellenforradalmi izgatással és gyilkossággal vádolt Tóth Ilona és társai bűnperét, akik november 18-án bestiális módon megölték Kollár István rakodómunkást. A gyilkosság tettesei Tóth Ilona szigorló orvos, a pirosnak becézett Gyöngyösi Miklós októberben szabadult bűnöző és Gönczi Ferenc. Hallgassuk meg, hogyan vall Tóth Ilona a gyilkosságról. Az úgy volt, szét volt nyitva a kabát, rajta volt az áldozatom az ing. Mikor mondta a piros, hogy szúrt szíven, szúrja a szívébe, akkor én valahova a szívtájra beszúrtam,
Igen, mindenen keresztül. És... Hát egy szigorló orvosnak nem nehéz meghatározni a szív pontos fekvését. Miért kellett önnek a szív tájára szúrni, amikor az akarata is arra irányult, hogy a szívet szúrja? Kapkodtam. Milyen volt az a zsebkés, amit ön kapott? Egy normális középnagyságú bicska. Meg tudnám mutatni nagyságra, hogy milyen volt? Meg. Körülbelül? Ekkora. Olyan vásári bicska, tudom. Kérem, ez volt az a zsebkés? Megfogadnék. Igen, ez az a kés. Mérhetetlen lehet az anyai fájdalom. A gyilkosság másik két résztvevője, Gyöngyösi Miklós és Gönczi Ferenc is beismerő vallomást tett. A gyilkosok által készített és terjesztett ellenforradalmi újságokat és röplapokat Ubersovszki Gyula újságíró szerkesztette. November 4 és december 6 között az élünk... Hány számot? Az élünk 7 számát. Igen. És... röplapokat az asszonyok tüntetéséről. A Népi Demokrácia Bírósága keményen lesújt a bűnösökre. Meg kell, hogy mondjam, hogy ennek a tárgyalásnak a bírónőjére, a Bétót Matildra, én bizonyos fokig hálásan gondolok. Ez az ember volt az, aki kezdetben legalábbis próbált volna tisztességesebben, másként. Tehát jellemző rá, hogy engem 3 évre, társamat, Gáli Józsefet 1 évre ítélte el, de a bírósági tárgyalás után lejött hozzánk, és mea culpázott. Elmondta nagyon jótékony emberi szép szavakkal, hogy nyugodjunk meg, nem lesz ez annyi, most ilyenek az idők, ilyenek a körülmények, neki kellett valamit hozni, valamilyen ítéletet hozni. Enyhébbet nem tudott. És mi meg is értettük, bár akkor nagyon soknak tartottuk ezt is, mert hiszen amit csináltunk, azt tiszta jó szándékkal csináltuk, és az általunk akkor naív lélekkel elképzelt szocialista célokért csináltuk, humanista célokért. Mi volt a kapcsolat a lap és Tóth Ilona között? Mindössze az a kapcsolat volt, hogy az élünket, ami egy vándor lap volt, mondanom se kell, én, hogy illegális lap volt akkor már. Most így kerültünk mi egyszer a Domonkos utcai, ami a Téterfi Sándor utcai kórház segédkórháza volt, a Domonkos utcai kórházba is, annak az alaksorába, ahol csináltuk volna, illetve csináltuk is az élünknek éppen aktuális számát. Ugyanebben a kórházban, ezt megelőzőleg, vagy ezt követően, már ezt se tudom pontosan, ugye történt ez a rettenetes epizód, ugye, hogy ez a szerencsétlen Kálai, vagy valahogy így hívták, ugye alak, ABH-s képpel a zsebében, egy ilyen családi képpel, amin ABH-s egyenruhában volt, nyomozott ezek után a srácok után, akik ott tanyáztak, mert a Tóth Ilona, aki a kórház megbízott vezetője volt, mint fiatal szigorló orvos, egyúttal a felkelő különítménynek is vezetője volt. Miért volt az, hogy ez a tárgyalás, ez nyilvános volt? És aztán a többiek nem. Ez, hogy miért volt, ezt is sejtem, hogy miért volt, de hogy volt, ez nagyon jó volt, mert hogy én itt ma beszélni tudok nektek mindenről, az szinte kizárólag ennek köszönhető, hogy ők úgy indultak, tudod, úgy indultak, hogy ilyen kirakatpereket csinálnak, ilyen demonstratív kirakatpereket. Hogy ez
ezt a szegény méla tömeget majd elriasztja, tudod, szóval... De pont az ellenkező hatást értékel, tudod. És különösen a mi esetünkben értékel az ellenkező hatást, mert mindjárt az egész világ tele lett vele, tudod, és nem tudtak velünk olyan könnyedén elbánni, mint ahogy el szerettek volna bánni. Még egy pár ügyet, ami már rajta volt, ami már ment, ami már folyamatban volt, azt így csináltak, de aztán sürgősen a perek nagy, túlnyomó nagy része, egyet-kettőt meghagytak, úgy baszlannak, nem tudom én. De a többi az mind 2-0-ás zár. Hát szegény Nagy Imréjék, ugye? Hát a szegény Nagy Imréjék nem ilyen képtelen, ha nyilvánosan tárgyalják őket, akkor nem következhetett volna be ez a gyalázatos borzadály eset, ami bekövetkezett. A másodfokon ott ugye az izgatást, a bőre izgatást, azt a mozgalom, hogy is mondták, hogy is definiálták, a mozgalom szellemi vezetésével mondtak ki bennünket, 1-1. Tehát ami BTK-t fölcsapjátok, ezzel kezdődik a BTK, ugye. Társadalom elleni szervezkedés vezetésével mondtak ki bűnösnek, így történt, hogy 3 évről, 1 évről minden, tehát oda nem társult semmi újabb, a tények ugyanazok maradtak. Csupán a minősítés változott, ugye, népköztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésévé, vagy ahogy ott fogalmazták. Mozgalom szellemi vezetése, ezt használták többször, ezt a kifejezést, és így ítéltek mindkettőnket 3 évről, illetve 1 évről halálra. Ki mondja a bíró a halálos ítéletet? Mi történik ekkor? Most akkor mondom a legnaturalistább módon, ugye, ahogy Zola mondhatta volna, hogyha átélt volna hasonlót. Fejbeverés. Abba a pillanatban a vegetatív idegrendszeret, tudod, kikapcsol. Hogy mondjam ezt? Nem közvetít. A agyad elborul, a szemed elveszti a kontúrokat. A előtted lévő a bíró lája például ilyen idom, mint a Wurschliba torztükrök, körülbelül ilyen hatás játszódik le előtte, csak a görbeség sem olyan tisztán kontúros, tehát azt se tudod. Minden egy ilyen. A füled, mint ilyen hullámokba jut el hozzád. Nagyon érdekes dolgok ezek. Mint úgy szoktam mondani, mint a török fürdőben lennél, olyan hatás, tudod. És amikor úgy víz alá mész, tudod, és akkor kibukod, na, akkor se teljesen tiszta, csak sokkal erőteljesebb. Olyan hullámok érik, határozott hullámok érik a füledet. Elkezd ömleni a verítéked, de annyira, hogy pillanatok alatt tócsa gyűlik össze alattad, mintha összehúgyoztad volna magad, pedig nem húgyoztad össze magad. Nehéz tartani magadat, de és minden reflexed itt már csak arra megy, hogy dacokból össze tudj hozni annyit, hogy ne zuhanj össze, mert tudod, hogy préda vagy a kezébe, tudod, a hóhérok kezén. Azt csinálnak veled teljesen, amit akarnak. Egyedüli, hogy mondjam, az egyedüli életreflexed, érted, ide futott erre a bagóra. Annyira, hogy kicserepesedett a szád, na most amúgy is ömlött, ment belőled, minden nedvesség kiment, ugye? Véresre cserepesedett a szád, tudod? Annyira kívántad a cigarettát. Szinte minden jelentéktelenné vált,
ahhoz a cigarettához mérten. Hát még a nagy jelenet, kivezettek bennünket, a kivezetés, tudott, az csodálatos 20. század, dicsérjétek, zengjétek, hát nem tudok mit mondani, tudod, nem lehet ilyenekről nem örökbe, hogy le, tudod, én átkozom, hogy születhettem én bele ilyen vadállatkorba. A Quasimodo, az kutya, ezt meg kell mutatnom, tudod. Ugye ide a csuklomra a vasbilincset, ide a másikra a bal lábamra, ugye a bokám fölé, nem látszom, mindegy, ide az egyik bilincs, az itt van a bokádon, ugye, a másik itt van a csuklódon. A harmadik itt van, mert Jóska humanizmus, 20. század, civilizáció, szervisz hibbaja, tudod, ő annyi engedmény, hogy ide csatlakoztatták a csuklómhoz. Nagy inas ember volt. Na most, ha rossz volt a smasszer, ha embertelen volt a smasszer, ugye, ami a gyakoribb volt sajnos, volt egy-kettő, ma is hálával gondolok vissza rá, tudod, és bőgni tudnék, ha magam elé idézem, mert nagy dolog, gyerekek, borza, annál nagyobb dolog, hogy ott, ahol embertelenséget, dök halált lel minden embertelenséget kívánnak, ahol embertelenségtől avanzsíroznak emberek, ott maradjon annyi jó lélek, tudod, hogy tisztesen, semmi több, csak tisztesen lássa el valaki, azt az amúgy se humanitárius 20. századi feladatát, amit el kell látnia. Tehát ne húzzon téged ilyen abszolút torz, Quasimodónak is rossz alakká, tudod, hanem engedjen egy kicsit a láncon, tudjál lépni. Már első a tárgyalásom alkalmával is ott a tömeg, ott menni a folyosókon. Cibáltam magam mögött egy hosszú inas embert. Az meg nehéz járású volt amúgy is, akkor leszette nekem ilyen, sajnos ilyen túlérzékeny, intellektuális bőröm van, ugye, a fene enné meg. Ez is állandóan lezúros, leszette ezért, ugye. Na most így visznek bennünket ki ott, és ott az előcsarnokban ránk támad egy-két őrült, tudod, rúgnak, csapnak be ezt a szerencsétlent, aki Auschwitzból, tudod, egyedül jött vissza a szervisz hibájával, ami ott a szar meg az ég közé engedte az apja, aki lágerorvos volt, mikor már látta, hogy minden összecsuklik, ugye. Így jött vissza, ott lóg rajtam, én ezzel a hülye pózzal, és nekünk esnek, tudod. És hát ha a fegyőreink nem védenek meg bennünket, hát lehet ott tökünkbe mindenbe, tudod. Borzalom. Most azt elgondolni, tudod, ha elhiszitek, hogy életünkbe nem tudom eleget hangoztatni egy ilyen pocsék film, bocsánatot kérek a kifejezésért, tudod, film után, hogy soha nem bántottunk, ha tettünk valamit, ugye, az csak szerető jó szándékkal, mert tudom, hogy kommunizmus, ha létezik, csak a krisztusiságok, tudod, ágán létezhet ott valahogy, tudod. Kommunistának inkább, ma meg különösképpen keresztényi módon lehet lenni, mint ilyen ateista, rettenetes, embertelen módon. És most nekünk esnek, tudod, aztán eltávolították tőlünk, már csak a turhák maradtak, lepögdöstek, folyt ugye ábrázatunkon a turha, na jó, kimenekedtünk belőle. Nem ütöttek, ott se agyon bennünket, csak borzalmas, tudod. Nem az, mert kivevertük, nekünk rettentő nagy élményt adott, gazdagságot, tudod. Én mondom, ismételtem mondom, hogy szegénynek és hitványnak érezném az életemet, ha nem lenne mindez benne. Még akkor is, ha egy szép korba élnék, tudod, egy olyan korba, akkor is valahogy valami kellene. De egy ilyen korban nem lehet becsületesen, tisztességesen csak így élni valamire való módon. Tehát nagyon szégyelném magam, ha mindez nem lenne benne. De azért mégis valahol
A kornak is rettenetes szégyene, tudod, borzalmas szégyene, hogy 20. századnak merve nevezni magát, ilyen helyzeteket megenged teremteni, megenged létrenget hozni, tudod. Mennyi idő után tisztult ki az agya a halálos? Mikor a cigarettát, ezt akartam mondani, ezt is, mindegy olyan transzba, vagy mi a fenébe éltük végig, de egy olyan bárgyusított állapotban, amikor itt nekünk estek, ugye, de mi is nagyon fogtuk föl. Mikor halálra van ítélve az ember, akkor nagyon humánus lesz a világ körülötte, tudod, akkor tulajdonképpen ehet, ihat, ha van mit, ugye, hát a tiszta víz legfőjebb, de az is meleg, evés azt adnak, csak az ember nem tudja megenni. A cigaretta maradt. Ott az ember erre a sárgára szívja az ujját, ugye, mert azt szabadon hívhatja. Mikor beültünk, tudod, és rágyújthattunk, azt akartam mondani, itt a tanulja a dolognak. Hát te, olyan csodálatot. Akkor jött az utolsó orvosi vizsga, azt én nem engedtem. Akkor az utolsó beszélő, az is egy borzadály dolog. Na most a rab, az enventes rab tudja már, ugye, mert azt hiszem 72 óra, ami, de nem vagyok ezekbe biztos, és nem is ugrik az agyam most. De minden esetre fordulatba tovább nem lehet. Halálos, elvileg, hát mi voltunk ugye 6 hétig, ha jól emlékszem, de mi abban a tudatban voltunk attól kezdve végig, hogy most percről percre, pillanatról pillanat, pár még pillanat jöhet, és ott megbolondul az ember, ugye, ott teljesen, mint itt van, ugye egyik versen, mert most ezt az állapotot talán jól fejezi ki, ugye, hogy már csak a halál dorombol közelemben, s ájultan hever cimborám, tátott száján legyek cicáznak. Már csak a halál dorombol közelemben, s fürdet verítékem áztat, hogy tisztán adhassam át magam az elmúlásnak. Már csak a halál dorombol közelemben dugaszolt füle, míg más hang nem hatol. Sántán hangtalan mászkál szívemen a béke. Olyaj, cicám, hol a szál? Hol van a vége? Talán nem tudom mennyi, de valamennyire azt hiszem ékerült, és ezek mind helyben való, helyben valóságok, ugye azért fejezhetnek ki, talán van. Na, igen, akkor a hóhér ugye még az éjjel megtapogatott szépen, így nyakszél megcsapkodta, kedélyesen, hogy mondom, tökéletesen homarizál az ember, mert akkor ugye utolsó betyárt igyekszik illusztrálni, hogy tökéletesen alkalmas minden nemű procedúrákra, ugye, nyakpróbákra. Na most, ugye, akkor elkezdi az ember várni. Most itt kezdődik megint egy nagyon kutya szakasz, ugye, amikor nem akasztják föl az embert. A realitások szerint az ember tudja, hogy következő hajnalban fogják fölakasztani. Fel kell a nap, és álmokat ébreszt, ugye ez abba a hajnalba, ugye ilyen adekvált ezek, ugye én is így mondtam, fel kell a nap, ugye. Igen, élünk. Elveszted a kontrollodat, a józanság kontrollodat, tudod. Attól kezdve te állandóan várod a haláladat, és ez egy irtózatos dolog, hogy fiatalon. Mit mondjak, hogy a torságát az állapotnak valahogy érzékeltetni próbáljam. Mi például elkezdtük irigyelni a rablógyilkosokat. Azért, mert bűntudatuk lehet. Mert van valami, nem tudom, nagyon képtelen a dolog, de nem eltúlzott, ugye? De a borzalmas külön plusz annak az állapotnak, hogy tudja az ember, hát nem ártott, nem bántott, nem akart rosszat.
tisztulni akart, szépülni akart néppel, mert annyit beszéltek a népről, és Petőfi óta nem hallott szebbet, jobbat, nemesebbet, ugye? Csodálatos dolog volt, aki ebbe benne élt, és nem érezte, hogy a nép közepébe él, a nép akarata, a nép legszebb vágyai közepén, az egy érzéketlen tuskó. Vagy valami hitványember, aki nem tud érezni, mérni, tudni, minősíteni. Ott nem volt pardon tovább, annak egy olyan fűtött varázsa, hajtó ereje lenne, az valami szent dolog volt, nem szeretem ezeket, mert már annyira lekoptatták a számról. De azért ahol lehet, használom, mert nem kell mindent elszürkíteni, komorítani, rútítani, gonoszítani. Forradalmunk tisztasága megengedi, hogy ilyen nyíltan gyűjtsük a mi martírjaink hátramaradottjai részére. A forradalom óta újból megjelennek az újságok. Az újságírók az éveken át tartó szigorú cenzúra után végre ismét saját véleményüket írhatják meg. A kommunista Szabad Nép vezércikkében megtámadja moszkvai Pravdát. Nem tudunk egyet érteni azokkal, akik az elmúlt napok eseményeit ellenforradalmi fasiszta pucsként akarják beállítani. Majd tovább. Nekünk nem volt szükségünk semmiféle... Én friss, fürge tekintetű és nagyhitű újságírója voltam a kornak. Miután közöltem, hogy én újságíró vagyok, és a tömegnek szüksége volt arra, mert körbe volt véve a nyomda, élő létrán fölnyomtak, akkor én már lelkesülten társultam, mert akkor már a szívem, hogy mondjam ezt megint, hogy ne legyen szentimentális az, amit mondok, ugye? Egyértelműen húzott egy bizonyos irányba. Azért csináltam, azért mentem arra, mert a tisztességnek nincs két ága. És én akkor már pontosan tudtam, hogy a tisztességnek az ága erre van. Többet nem mehettem soha életbe, többet nem is mentem arra. No, föl bekerültem a nyomdába, ugye? Ott gépbe mondtam, szedőgépbe, hát az a kép, ugye, ott a bépek, rengeteg ember benne a szedőteremben, ez egy csodálatos dolog volt, ugye. Követeljük a szovjet csapatok azonnali kivonását Magyarországról. Követeljük, hogy Nagy Imre vezetésével új kormány alakuljon, és a sztálinista Rákosi korszak minden bűnös vezetőjét azonnal váltsák le. Követelünk általános, egyenlő és titkos választásokat, több párt részvételével, új nemzetgyűlést, sztrájkjogot a munkásságnak. Ebbe az egész szocialistának nevezett blogban az első csak ugyan független lapot, azt én, ezt nyugodt lelkiismerettel mondhatom, én csináltam, ami mögött többé nem volt semmilyen szervezet, semmi. Az úgy történt, hogy bementem, akkor már tudtam egyértelműen, hogy hol a helyem, hogy mit kell tenni, akkor azt már tudatosan vállaltam, akkor már akárhova rendált volna a világ, nekem ott lett volna a helyem másíthatatlanul. Ezt nyugodt lelkiismerettel merem ma is mondani. Bementem a lapkiadó vállalat, ugye a Hungária váz, a ajtó első emeletén megírtam a vezércikket, borzalmas gyorsan, azt hiszem a rekord vezér volt az, és mi lehetett volna a cím, mert ezek azok, amiket nem lehet megmagyarázni, ez úgy jön, hogy a nép nevében mi lehetett volna a cím annak a vezércikknek, tudod? A nép nevében. Következő lépben mentem a nyomdába, ugye hát bennfentes voltam, jól ismertem, címmel volt bajom, mert nem volt betű. Hát az egyik dobozba találtam ilyen nagy ciceros, tíz ciceros, nem tudom én, hatalmas betűket. Összetudtam szedni csodák csodája azt a címet, hogy igazság. Így lett az igazság igazság, mert lehetett volna más is. De ez is, hogy pont az igazság kijött,
engem ez a foglalkoztatott le. Ez egy ilyen, nem tudom minek nevezzem, de tényleg varázslatos dolog. Na de végül mondom, a nép nevében lerendeződött a dolog, és megjelent az igazság. Olyan csodát maguk még nem láttak. Azért érdemes élni. Higgyék el nekem. Ahogy az igazság első példa, amikor a lapkiadóvállalatnak az első emeleti teraszáról ledobáltuk az első példányokat, ahogy azt az emberek fogadták. Kis sarkokat cibáltak, téptek le belőle. Minden gyerekét csak ugyan mondom, mámorosan gyönyörűen, ugye. Mámorosan gyönyörűen, és mindjárt a szívükre is fogadták. Egyetemi ifjúság, fiatal tanuló, melós emberek követelték, mert hogy olvassam fel, felolvastam. Hát az is egy olyan élménye az életemnek, hogy repültem a levegőbe, dobáltak, ugye. Megvan ez a vezércikk? Itt van, nézi, de ha minden igaz, akkor ebbe a... Benne kell, hogy legyen, ha szerencsém van, gerencsénk van, előbb is egy kicsit. Most fogok, ha bontani, na itt van egy nagyon, tessék. A forradalom tüzében született ez a lap, és a forradalmi nép igazáért akar sikra szállni. Elég volt a jóindulatú mellébeszélésből és a rosszindulatú rágalmakból. Nem csak a népügyével kufárkodnak, hanem egyúttal politikai analfabéták is mindazok, akik nem látják, hogy ez csak olaj a tűzre. Akik nem veszik tudomásul, mert nem merik tudomásul venni, hogy nem fasiszta bandák harcolnak fegyverrel a kezükben a barikádok mögött, és hogy nem a csőcselék segíti a legnagyobb szimpátiával és egyetértéssel ezt a harcot, hanem maga a nép, a felkelt nép, amely kezébe vette sorsának irányítását, mint már annyiszor a történelem során, amikor betelt a pohár. Mit kezdett a lapa rongálásokkal, fosztogatásokkal, utcai akasztásokkal, köztársaságtéri? De nézd, itt is el tudom mondani, és nagyon jól esően tudom elmondani. Sokakkal szemben, akiknek aztán nagyon nagy lett a hangja, jó lehet ezekben az időkben a szenes pincék mélyén reszkedtek, tudod? És eszük ágában nem volt oda menni, ahol kockáztatni kellett volna esetleg az életüket is. Például a köztársaság térre azonnal, tudott, azonnal ment a Szilvási Lajoska, és írt, el lehet olvasni, a Ne lincselj, tégy különbséget, nagy cikket jelentettem meg, ugye jelentettünk meg a lincselések ellen. Volt állandó rovatunk, amelyikben a forradalom romantikája, talán ez volt a címe, tudod, ahol ezeket az utcai jeleneteket próbáltuk piedesztálra emelni, népszerűsíteni, példává rangosítani, ahol pénzeket gyűjtöttek kalapba, és senki nem nyúlt hozzá. A kirakatokat törtek be, és egyetlen egy értéktárgy el nem veszett, tudod, ahol, tehát amiről az előbb beszéltem, ahol ez a tisztító vihar, ami most nem akarom én se szépíteni, mert tudod, te még olyan forradalmakba is, mint a nagy októberi, pedig az igazán forradalom volt a javából, ugye ezt is vonjátok kétségbe. A szelek, a viharok még ott is kavartak port, piszkot, itt-ott. Miért kellene elvárni, hogy azért itt se, de nem ott jött föl általában, ahol azok a hatalmak szerették volna látni, akiknek ezt úgy kellett megideologizálni, hogy ez mindenképpen ezekben az ellenforradalmi képletekbe beleilleszthető legyen.
Meddig élt az igazság? Ez kérlek szépen november 7-én, ha jól emlékszem, november 7-én jelent meg az utolsó száma. Tehát 12 november számunk volt. Megjelent? November 7-én még megjelent. Tehát jóval a szovjet megszállás után. Mikor született meg az élünk? Az élünk az pár nappal, talán héttel, de másfél-két héttel azután, hogy az igazságot megszüntették. Nem tudtam belenyugodni, és hát megtettem minden tőlem telhetőt, hogy az érvényes, mert akkor már a Vásárhelyi Miklóstól, aki hát a Nagy Imrei sajtófőnök. Nagy Imrének volt a sajtófőnöke, a Vásárhelyi Miklós által aláírott, ha jól emlékszem, de hát a nem aláírott, nem általa aláírott, általa kibocsátott, rendelkezésünkre bocsátott sajtóengedélyünk érvényét vesztette. Nem akartam belenyugodni. És hát mindent megtettem, hogy biztosítsam a lap szukcesszióját. Akkor ez már nyilvánvalóan az élet kockáztatásával járt együtt, nem? Igen, igen. Hát nézd, akkor még ilyen élesen nem fogalmaztunk, bár így visszatekintve nyugodtan fogalmazhattunk volna már, mert a szólamokból egészen más tetszett ki, mert tulajdonképpen nem ilyen egyoldalúan befogom a pofádat jellegű konszolidációt ígért Kádár és a hozzátartozó különítmény, hanem valami olyat, ahol a forradalom eszméi így, úgy, kompromisszummal, de tovább mehetnek. Itt hát még folytak a tárgyalások, ugye a munkástanáccsal, hát ők kértek föl aztán a munkás újság, mert Kádárral tárgyaltak közben, és hát elhatároztak, hogy sajtóorgánumot, mert látták, hogy annélkül nem megy, és hát engem kértek föl annak a szerkesztésére is, amit én örömmel, természetes örömmel vállaltam, és azonnyomban neki is láttam, és szívem fáj azóta is, mert azt úgy hagytam ott, azt az egyetemi nyomdába készült volna, azt úgy hagytam ott a metőrasztalon, kész állapotban, kefele vonatok is voltak már a kezembe komplett lapról, egy ajtó mögé dugtam aztán vészhelyzetbe őket, és hogy kitalálta meg, és mennyire tudta értékelni, azóta is izgat, de nem láttam még élő eleven tényleges példányt arról a lapról, azt nagyon-nagyon sajnálom, mert az aztán tényleg egy történelmi relikvia lenne. Na most, az élünknek mi volt a programja? Az élünknek ugyanaz volt, tudod, az élünknek mindenek fölött az volt, amit a neve mondott. November 23-án, ha jól emlékszem, egy hónapos fordulójára a forradalomnak meghirdettük a néma tüntetést, ami abból állt, hogy az általunk meghatározott időpontban, ha jól emlékszem, ez déli 12 óra volt, mindenki bevonult oda, ahol éppen be tudott vonulni, tudod, tehát szabadon hagyta az utcát, úgy van, igen. Kitiszult az utca, na, hogy mondjam. Ha láttatok még félelmetes, tényleg félelme, amikor egy ilyen nagy főváros, tudod, egyik pillanatról a másikra kiürül, leáll, buszok, villamosok megállnak a nyílt pályán, taxik, bépkocsik, és a jó ebbe az volt, nem akarom dicsérni a saját ércát, tudod, hogy még azok is kénytelenek voltak befutni valami kapu alá, vagy valami fedett helyre, akik lélekben nem értettek egyet velünk, mert széjjel tépték volna őket, tudod.
ha megrontják ezt a nagy demonstrációt, ami egyértelműen kellett, hogy kifejezze a nép akaratot. Csodálatos dolog volt. Na most ugyanígy a nőtüntetés az azt hiszem december 4-én volt, valószínű december 4-én, hogy futottak itt a dolgok, mert hát 6-án engem már letartóztattak, hát azt is én csináltam, mit csináltuk, ugye? Nőtüntetésen pici gyerekekkel volt. Pici gyerekek, terhes anyák, öreg nénik. Olyat még nem láttatok te. Az András jut teljes szélességébe, az a millió nő egy szál virággal, tudott. És egy nő folyam. Egy nő folyam, érted? Egy áradó, széles nagy folyam, és ott az oktogonnál, tudod, ott csatlakoztak be, hogy ott kisebb árakból, tudod, ahogy egyszerre csak is megindult az a rengeteg nő, tudod. Hát vigyáztunk arra is erre külön röplapokat, nehogy provokáció legyen, mindig balga lélekkel még ott is próbáltuk, tudod, hogy ne ember életre menjen a dolog. A fővárosra és az országra komor, kétségbeejtő hangulat nehezedik. A főútvonalakon látszólagos nyugalom uralkodik, az emberek igyekeznek legsürgősebb teendőiket elvégezni. De alig néhány száz méterrel arrébb, itt is, amott is, minduntalan fellángol a harc, és újabb áldozatokat követel. Életfogytig ez meddig tartott? Ez az életfogytig, ez 63, most úgy nagyjából most ezekben a napokban jöttem 63-ban. Igen, 63-ban. Ez azt jelenti, hogy tartott, április igen, elején? Az ENSZ tudnillik, miután de ugye akkor adott egy ilyen tabularázára lehetőséget, tabularázára hát egy olyan viszonylagosra, ugye, relatíve valóra, hogyha kiengednek bennünket, akkor leveszi a magyar kérdést a napirendről. Így jutottunk aztán ki. Hova? Hát könnyebbet kellett volna kérdezni tőlem, mert ezt nem tudtam. Nem volt hova menjek, mindent elvittek a nagy viharok. Legyen hála a nagy viharoknak. Én mentem házanként keresni a húgomat, az egyik házba bemegyek, ott játszadoznak a gyerekek. Mondom, gyerekek, ezek a legjobb informátorok. Mondom, gyerekek, nem tudom az asszony nevét, de hát a lány neve Obersovszki Mária. Valahová ide költöztek, nem tudjátok-e valamilyen egyik házba? Dehogy nem, tessék csak jönni a másik házba, azt mondja, fölnéz rám a nyisát, azt mondja, nem az apunak tetszik lenni véletlenül. Mondom, hogy hívnak? Tehát mondja a nevét, ugyanaz, ami az enyém, mondom, akkor nyertél, én vagyok. A kislányom is ott volt, tudod, azzal is ismerkedtem meg, hát igen, és így mentünk aztán át a magamhoz. Börtönből szabadult, egyszer már halálra ítélt ember, majd aztán életfogytiglanra ítélt ember. Harmadik halálos ítélete, életfogytiglanra szóló ítélete, az, hogy a sportfogadásnál kell felelő szerkesztőnek lennie költőként. Aki se morálisan, se fizikailag nem akar meghalni, tudod, annak ebben a társadalomban semmit nem szabad. Azt szabad csinálni, amit én csináltam, hogy ezer mesterkedik, bütyköl, agyonveri az ujját, fúr, farag, keres mindent, ami elviszi, ami félrehúzza, ami feletteti. Mindig megkerestek törvényszerűen, menetrendszerűen, tudod, a BMS-ek. De még csak azt sem mondhatom, mert nagyon kellemesen elbeszéltek, tudod, és talán semmi másra nem lett volna szükségük, csak egy aláírásra, tudod, hogy hát nézze maga, tulajdonképpen látja most már, hogy mondom, mit látok? Mit kellett hát amit aláírni? Én látok, mit kellett volna hát valamit, hogy én az ő emberükké, tudod, elszegődöm. Ezt de hát...
Mi? Hoztak papírt, de konkrétan, igen, konkrétan. Most ez sem úgy, vigyázat, ugye, nehogy, ez sem úgy, hogy azt mondták, hogy akkor megjelenik, hanem azt mondták, hogy milyen jó az a kötet. Hát milyen jó lenne, ha az megjelenne, ugye, és maga egy ilyen tehetséges embernek. Hát nem rettenet az, hogy maga ott nyüglődik, portfogadást, meg mit tudom én, mit szerkeszt. Elfut maga mellett az élet, nézze meg, és most már láthatja, hogy nem maguknak volt igazuk, de ezt én nem láttam. Én hosszú távra gondolkodó ember vagyok, de láthatja, hogy itt más az élet, meg maga is, meg... Mondom, én ebből semmit nem látok. Az, hogy én élek, hát próbálnák ne élni, ne haragudjon, nem a maguk jó szívéből élek én, hanem az ENSZ, meg az a rothadó kapitalizmus, meg a ezért dobta be, az az antihumanista világ dobta be magát itt, hogy valahogy én egy sportfogadás ézét apot, ugye, csinálhatok, igazán meg kell a szívnek szakadni. Messze tehetségem alatt, hát mi ez a izé? Mondanom se kell, útlevelet, itt vagyok jelen pillanatban is, ugye, Európa közepén, a 20. században nem kaptam. Nekem íróembernek, akinek nem láttam még tengert, 20. században, érted? Itt élek egy ilyen diónyi, és azt sem tudom, mi az a tenger. A milliószor írok, és csak a izémmal, meg közvetett eszközökkel vagyok kénytelen hagyatkozni, tudod? Azt mondják, hogy kérem, várjuk le, nézze el nekünk, és akkor én szívesen nyújtok kedvet, tudod? De tovább pökendiskedni, tudod? Mert ezek szerint, ha én ezt elismerem, akkor jó, visszavonják, először azzal utasítják, hogy tudod, élettársam jogellenesen nyugaton tartózkodik. Az az élettársam, akivel kimenetelekkor már régen nem értem együtt. Hát mi ez? Mi ez? Mi ez? Mondd! Akkor a föllebezésem után, tudod, visszavonják! De útlevelet mégsem adunk magának, mert kimenetelével a közrendet sérti. Na most ezt fellebeznek valamivel, tudod? Van-e most dolgod, hogy most valamennyire új világban? Nekem hogy ne lenne? Hát egyszer konkrétan ugye alapító tagja vagyok a Történelmi Igazságtétel Bizottságnak, és hát ugye az is a mi harcaink eredménye, hogy szegény Nagy Imréjéket méltóképpen eltemették emberi módon, gondoljatok bele. Szofoklész, ugye, nagy dráma, az Antigóni, akkor időszámítás előtti időkben. Arról szól, hogy a despota nem engedi el, de borzalmas, de ne is kérde, mert megint elkezd az agyam, tudod, ézékat vetni, szikrákat vetni, és megint mondom magamért, mert nem tudom ezt a tömény butaságot, tudod, ez a ordító, és el van minden, mész faluhelyeken, és sír az ember lelke, hogy egy valamire való intelligens ember ne akadjon, aki ezt a sok szaralányomot, szerencsétlen lelket, tudod, föl tudná rázni. Árad az ostobaság, és nem tudod leszerelni. És sajnos ez az ostobaság, amelyik a legrosszabb fajtája az ostobaságnak, mert pökhendiségekkel, tudod, mert ezt is bele plantálták a népbe, ezzel az abszolút biztos világmegváltás eszmével, tudod, hogy itt minden, csak rúgni kell, csak vágni kell, csak osztályharcot kell, csak fröccsenteni kell a vért, és holnapra derül lesz minden szép, tudod, egy borzalom, és minél hülyébb valaki, annál jobban beveszi. El kell, hogy mondjam neked, nektek, hogy én csak kínomba vagyok olyan emberpárti, olyan néppárti, amilyen vagyok. Mert rajongásom és szeretetem mellett van bennem egy nagyon nagyfokú arisztokratizmus és lenézés. Ezt is el kell, hogy őszintén mondjam nektek. Ez már korán a 57-es években indult, amikor láttam, hogy milyen könnyen adják oda magukat. Azok ugyanazok az emberek, akik lángolva, lobogózva, tiszta, szép tekintettel
jöttek ott mellettem, abban az eufóriában, amiről az előbb beszéltem. És nagyon lesújtó vált a véleményem, tudod. De aztán lassan az idők során, tudod, rájöttem arra az alapvető tételre, tudod, ami ahhoz, hogy tisztán tudjon az ember ilyen értelemben is minősíteni szükséges, hogy nem a néptől rossz a hatalom, hanem a hatalomtól rossz a nép.